Jó napot kívánok! A tévé által irányított fegyvereket vesszük át. Ez nem túl sok van. Van egy 500-as bomba és egy rakéta. A kettőnek ugyanaz a kioldási módja. Mindenféle tévé által irányított dolgot ugyanúgy lövünk ki. Ugye átváltunk 7-essel a földi célpontok keresésére. O betűvel bekapcsoljuk a monitort magát. Squall TV-t egész pontosan. És hogyha nem vagyunk ott a szeren, mint én most, gyakorlatilag oda fogja dobni, ahol a Enterrel rögzítjük a dolgot. Space-szel kioldjuk. Tehát ugye Enterrel rögzítettem a magát a célkeresztet, úgy ahogy egyébként mindig az Enterrel rögzítjük földre. És teli találat. Jó, ugyanezt a másikra meg lehet még egyszer csinálni. Kicsi lányom tök jól el van a háttérben. Talált valamit, amit lehet rágni. No. Ugyanúgy még egyszer ráfordulunk. Oda tesszük a kamera kurzorját. Egész pontosan. Úgy. Az LA vagy NP már látható. Ki is lőttem. És talált. Nagyjából ennyi a TV Guided fegyverek. Ugyanúgy, ahogy a lézeresnél is, csak ott a lézer célzást kell. A lézer célzót irányítom ezzel is. A TV-vel, a Squall TV-vel itt is, csak itt nem lézerrel célzunk, hanem magával a TV irányítja oda. Ez is ugyanúgy, ahogy a lézer. Azt hiszem. Bár nem, mert a bombánál talán nem. Mert a bombánál talán, ha jól emlékszem, az van, hogy kilőtt ki és felejtsd el típusúak. Tehát ha ledobom, onnantól kezdve nem tudok változtatni rajta, hogy mi fog történni. Oda fog becsapódni, ahova kértem. Ha minden igaz. No, most át is váltottam egyébként a következő fegyverre. Innentől kezdve egyébként most gyorsan átfutunk az irányítatlan rakétákon, ami nem egy bonyolult dolog, ugyanúgy, ahogy eddig bármelyik másikat. Irányítjuk a földre az irányítatlan rakétáknál, ugyanúgy, ahogy a CCIP release-nél. Csak annyi a különbség, hogy láthatóan, ugye nincs bekapcsolva a TV, de ott van egy ilyen kis karika. Oda fogunk vele célozni, és ugye van egy minimum-maximum range. C5 van kijelölve nálam, azok, ha minden igaz, ez a két darab 20-as, ez a 32-es tartály, ha minden igaz. Mindjárt meg is nézzük. Így van. És a space lenyomásával addig lenyomva tartjuk, amíg kívánjuk, hogy kilője a rakétákat. Ha jól emlékszem, akkor itt a salvo módnak nincsen jelentősége. És van még másik két podom. Irányítatlan rakétákból rengeteg félét tudom felpakolni, azt hiszem, hogy 6 vagy 7 félét. De nem
sokban különböznek, van ami több, mint például az előbb az a 32 darab volt látható, ezek kicsik, onnantól, hogy nagyon picik odáig, hogy nagyon nagyok, nagyon nagyokat lehet összeszedni, és, vagy felpakolni a gépre, és ez különféle módokon. Kilövöldözni. Gyakorlatilag az irányítatlan rakéták ennyi is, ki is lőttem az összeset, úgyhogy óvatosan kell velük bánni, és nem hosszan nyomba tartani. Ennyi.